Köszöntöm Önöket! Erzsébet városi vendéglátósok és lakók. Most elindult egy kezdeményezés, évek óta tudjuk, hogy éles ellentét van a két tábor között, hogyha fogalmazhatok így. Most végre elindult egy kezdeményezés, ahol egyesületbe tömörülve megpróbálnak közös célokat kitűzni. Üdvözlöm a stúdióban Kenyeres Sándor, a telep egyik tulajdonosát és a Boldog Madács Egyesület tagját, vezetőjét, illetve Dudás Ferencné Máriát üdvözlöm, ő pedig egy lakója a kerületnek. Mi az egyesület célja? Sejtjük, hogy mi, de hogy pontosan mit fogalmaznak meg? Fő célja az, hogy a lakókkal közös kommunikáció alapján egy békés életteret hozzunk létre. Mennyire eredményes ez eddig? Szerintem már az, hogy egy asztalhoz ültünk, nyilván minden hely a saját házlakóival kapcsolatot tart fenn. Mária két ház alább lakik tőlünk, de nagyon jó beszélgetéseket tudunk magunk után már, és ezt szeretnénk kiterjeszteni, hogy az egész Madách Imre út lakóinak a problémáit. Akkor ez nem kerületi kezdeményezés, hanem ez kifejezetten, kifejezetten az utca. Igen. Az utca kezdeményezés. Mi térnek nevezzük, de térnek. Út. Igen, mert ugye lokálisan ott teljesen eltérnek a problémák. Persze. Más-más utcák, terekhez képest. Ehhez egy párbeszédhez mindig kompromisszum szükségeltetik. Ez a fajta kompromisszumkészség, ez mindkét oldalról felismerhető? A lakók, illetve az önök részéről is? Igen, mi már ezt meghoztuk, azt a döntést, hogy hétfőket szerdára csak éjfélig tartunk nyitva, annak ellenére, hogy kettőig van működési engedélyünk. Az egyesület többi tagja is úgy néz ki, hogy ezt az utat fogja választani. Nyilván ez csak egy lépést. Kezdete az egész megoldásnak. Csendrendelet lassan életbe lép szeptember 1-jével, amit az önkormányzat most meghozott. Nem mindenki örül ennek a vendéglátósok körében. Ezt a fajta ellentétet hogy lehet tompítani? Még az ellátósok között is. Valójában tudtuk, hogy lesz rendelet. Nyilván az időzítés nem a legjobb. Ugye nincs is az a tömegturizmus, amire ez íródott. Elsősorban ez a buliturizmus okán született szerintem. Nyilván nem minden hely célközönsége nekik. Például a Madách úton nálunk gyakorlatilag 80%-ban magyar közönség jár. Nyilván, aki már korábban is próbált intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy csökkentse a szomszédok problémáit, azoknak most kevesebb befektetésre van szükség, akik már ezt a korábbi években megtették, azoknak a minimális. Mekkora befektetésre van ehhez szükség? Ez a hely méretétől függ, nyilván a befogadó képességétől, meg nyilván, hogy eddig mennyit fordítottak erre. Önöknek mit kellett ahhoz tenni, hogy be tudják tartani a rendelet szabályait? Nekünk gyakorlatilag a limiterünket kellett egy elzárt dobozba berakni, és már évekkel korábban minden leírt intézkedés. Ez a limiter arra való, hogy a hangerőt limitálja, ugye? Igen, igen. Uh-huh. Igen, egy megadott hangtartományon kívül nem összeomlik a kép a zenének, úgyhogy hallgatottan nem válik. A lakók mit szólnak ehhez a csendrendelethez? Elégedettek az előzetes szabályozással, vagy szeretnének még valamit, ami fontos volna? Hát lakóként én azt mondom, hogy mi örülünk a kezdeményezésnek. És mindkét kezdeményezésnek, tehát az, hogy az önkormányzat végre lépett ellentétben a korábbi 10 évvel, tehát ez egy nagyon fontos lépés. Maga az önkormányzat is azt mondta, hogy még finomítanak, és a munkacsoport továbbra is fog dolgozni. Uh-huh.
Tehát ez egy pozitívum, és egy további pozitívumnak tartom azt, hogy a vendéglátósok is belátták azt, hogy nem megy nélkülünk. Tehát ők kezdték azt, hogy létrehoznak egy egyesületet, és ők kezdték, hogy próbáljanak velünk beszélni napi problémákról, ez például Sanyival is megtörtént. A telepel is voltak adott gondok, és le tudtunk ülni egy asztalhoz és beszélni erről. Aztán, hogy ez az egész kezdeményezés így együtt mit hoz, és szerintem ez a három szereplő még kevés, az önkormányzat, a vendéglátósok és a lakósok, többre lenne szükség. Mi többre? Hát például a rendőrségre és a köztereseknek az erőteljesebb fellépésére, valamint olyan törvényeknek a módosítására, ami nem az önkormányzat hatásköre. Uh-huh. Mire gondol például? Van a dohányosok védelmében létrehozott törvény, uh-huh. ami azt mondja, hogy zárt helységben nem lehet rágyújtani. Rendben. De aki ilyen szűk utcában lakik, és a zaj mellett dől föl a dohányfüst, mert egy komoly tömeg dohányzik a vendéglátóhely előtt, azért ott elgondolkodnánk, hogy miért nem lehet bent egy szűrt helyet létrehozni, hogy ne az utcán dohányozzon egy nagyobb tömeg. Én részt gondolom, hogy ez plusz befektetés egyébként a vendéglátósoknak, de én úgy tudom, hogy Európa szerte azért léteznek ilyenek. Én elég sok fele jártam már gyakorlatilag Európában mindenütt, és nagyon sok országban van az, hogy elkülönített dohányos rész és nem dohányos rész, és dönthet mindenki, hogy melyikbe megy. Uh-huh. Tehát az, hogy ez egy Európai Uniós törvény lenne, hogy vendéglátóhelyen nem lehet rágyújtani, ez nem igaz. Értem. És a másik pedig, amihez szintén hozzá kellene nyúlni, az a trafikoknak, a dohányboltoknak az engedélye, mert hiába hoz az önkormányzat egy olyan rendeletet, hogy évfél után vagy 10 óra után, nem is tudom, hogy mikor, nincs alkoholárusítás a közértekben, a dohányboltok árusíthatnak alkoholt, és 0-24-ben vehetnek a fiatalok, és vesznek is. És amikor a vendéglátóhelyek már rég bezártak, akkor is a dohányboltban vett alkohollal randalíroznak a fiatalok az utcán. És itt lenne a rendőrségnek és meg a köztereseknek is szerepe. Igen, de törvényben van, úgy tudom, hogy éjfél után közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani. Ezt be kéne tartatni. Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle. Uh-huh. És szabályozás két módon lehet. Az egyik az, hogy én tudom, hogy ilyen törvény van. Nem ülök, nem lopok, stb. És betartom. A másik, hogy nem törődök azzal, hogy milyen törvények vannak, és akkor kellene a külső hatóságoknak ezeket betartani, és itt a hatóságok, közteresek, rendőrség nem igazán lépnek. Van bármiféle, elindult valami párbeszéd a közterületesekkel és a rendőrséggel? Hát egyelőre ott, hogy reklamáltunk, mint uh-huh. lakók, különösebb eredmény nélkül. Reméljük, hogy most a csendrendelet, meg az új önkormányzat felállása után lesznek változások. Mert az ő segítségük és a vendéglátósok? Hát a köztereseknél mindenképpen az önkormányzat kell. Igen. A rendőrségnél, hát az egy külső független szerv, ott nekik kéne erőteljesebben fellépni. A vendéglátósok mennyire vesznek ebben részt? Ez egy közös cél lehet? Abszolút próbálunk tárgyaltunk a közterület felügyeletelnökével is, és én megkértem rá, hogy zárás után fél órával jöjjenek ki többször, mert nálunk is ez probléma, hogy bezárunk, feltakarítunk, és odaülnek a dobozos sörökkel a fiatalok, és cigicsik szemét. Illenek. Valóban ez probléma lehet, hiszen ugye a rendeletben benne van, hogy a vendéglátó egységnek tisztán kell tartani a környezetét, de arról a vendéglátóegység hol tehet, hogyha éjfél után bezár, vagy éjfélkor bezár, és utána kikülnek oda? Igen, igen. Ezt hogy lehet ellenőrizni? Ez nem a mi hatáskörünk. Uh-huh. Valamint, ami még a szemetelésen túl még a problémát, az is okozza, hogy ott hangosak azok az emberek nyilván, ezáltal velünk azonosítják. Igen, a lakók. Igen. Értem. Hogy néz ki egy ilyen beszélgetés, mikor egy lakó, meg egy vendéglátós ember, aki ebből él, és neki az a célja, hogy minél jobban érezzék magukat az emberek
azon a helyen. Hogy néz ki egy ilyen beszélgetés? Azért ez két nagyon különböző, mert ugye a lakó nyugalmat, csendet, rendet és tisztaságot szeretne az otthona körül és az otthonában. Szerintem, hogy már most tudtunk ülni, nagyon jó példa arra, hogy el kell kezdeni, és mindenki mondja el, hogy mik a problémáik. És ezt közeli. És ezt közelíteni kell, kompromisszumot kell kötni, csiszolgatni kell a megoldásokat. Nyilván nem lehet rögtön megoldást találni, hanem azt figyelni kell, le kell követni, és újra átgondolni, kicsit változtatni. Ez egy hosszú folyamat. Edukálni kell a vendégkört, hogy most már nem az volt, mint 5 évvel ezelőtt volt. Vannak terveink, nekem van egy ilyen vízióm, ami nem egy olcsó dolog, de én jövőre szeretném, ha ez már jogilag is életbe tudna lépni, hogy a terasz zárás után lehessen dohányzó, viszont akkor hangszigetelt, egy hangtompító berendezést vagy fedést kelljen rá rakni, amit be lehetne futtatni növényekkel, tehát beleillen a városképbe is. Szerintem ez lenne a járható út. Van-e olyan pont, ami már előkerült, és sikerült megegyezni, amit a lakók nagyon másképp szerettek volna, önök is másképp szerettek volna, és mégis sikerült megegyezni? Volt-e ilyen pont? Van? Van. No. Mi Sanyúval nem is olyan rég ismerkedtünk meg. A terep jellemzője az volt, hogy a vendégkör gyakorlatilag szinte teljesen kint állt az utcán, és a teljes járdát elfoglalta. Nem lehetett egyszerűen hazamenni. Na most ezt végigbeszéltük a Sanyival, és ő javasolt egy olyan megoldást, hogy biztonsági őrük ellenőrizni fogja, és meghagyják azt a 2-3 méteres járdasávot. Reméljük, hogy ezt előbb-utóbb is tudják tartatni. Most pont tegnap érkezett, megrendeltem olyan sprayt, ami kréta festék, hogy ki tudjuk próbálni úgy. Hogy először úgy. Felrajzoljuk, leágazások a ház, a lakóházok bejáratához, és effektív ott csak mozgásba lehessen, nem lehessen csoportosulni. A járvány helyzet arra kényszerítette a vendéglátó egységeket, hogy bezárjanak a kerületben. Ezáltal mekkora volt a változás, hát képzelem, és mennyire indult újra? Szerintem erősen újraindult. A zárás alatt viszonylag nyugalom volt, viszont megjelent egy új társaság, a drogosok, és ezek a drogosok szerintem mindenkinek problémát okoznak, és itt kéne ismét a rendőrségnek, köztereseknek komolyabban belépni, mert sem egy drogos, sem egy részeg fiatallal egy lakó nem tud mit kezdeni. Tehát itt egy erőteljesebb ellenőrzés kellene, és a vendéglátó sem tud vele mit kezdeni, különösen nem éjfél és reggel 6 óra között. Valami napközben borzalmas látvány mind a lakónak, mind a vendégeink számára. Nem jó. Akkor itt a rendőrség és a közterület felügyeletnek lesz még egy nagyon komoly feladata, illetve hát lesz, muszáj lesz. Mindenképpen, mert hiába próbál ez a három rész összefogni, önkormányzat, vendéglátósok, lakók. Ha nincs, ki betartassa. Ha nincs, aki betartatja. Uh-huh. Így van. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez. Illetve hát a csendrendelet azért lassan életbe lép, meglátjuk, hogy milyen eredménnyel, és akkor újra találkozunk és beszélünk erről. Szívesen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Én pedig elbúcsúzom már önöktől, Pirkadat című adásunk végére értünk, most következik a híradó, holnap reggel pedig Péter várja önöket a szokásos időben. Viszontlátásra!